Sziasztok! Régen volt már szerzeményes videó, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma megmutatom nektek, hogy miket vettem, illetve kaptam az elmúlt nagyjából 1-2 hónapban. Ezeket most nem cégek küldték, hanem vagy én vásároltam őket, illetve lesz köztük 1-2 karácsonyi ajándék is, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. De előtte ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve kövessetek Instagramon, Facebookon és a blogon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok lent a videó alatt. Haladjunk időrendi sorrendben, azokkal a dolgokkal fogom kezdeni, amiket Black Friday-kor rendeltem, tehát nagyjából valamikor november végén. Az első dolog az valami olyasmi, amire már nagyon-nagyon régóta vágytam, ez pedig nem más, mint a Best Damn Beauty, hát lip mask, hivatalosan a neve, tehát ajakmaszk, de ez tulajdonképpen egy ajakápoló. Ennek annyi a sztoria, hogy van egy amerikai YouTube-os, akit én nagyon szeretek, Nicole Guerrero-nak hívják, őt már több videóban is említettem, és neki van egy kozmetikai márkája, aminek Best Damn Beauty a neve, és ezt az ajakbalzsamot rengetegen dicsérik, több videójában is láttam már, és már nagyon régóta vágytam rá. Viszont hát elég borsos ára van, mert hogyha jól emlékszem, akkor eredeti áron 26 dollárba kerül, ami nagyjából olyan 7000-7500 forint, és mivel ugye Amerikából érkezik, így még rájön szállítási költség is, tehát így eredeti áron szállítási költséggel együtt nagyjából 10000 forintért lehetne hozzájutni, viszont Black Friday-kor féláron lehetett megrendelni ingyenes szállítással, úgyhogy természetesen kaptam a lehetőségen, és így nagyjából ilyen 3500 forintért tudtam megrendelni, így ha tudtam volna, hogy ennyire jó, akkor egyből kettőt rendelek, hiszen akkor egyel ráért kettőt kaptam volna. De hát nem mertem, mert hát azért mégiscsak nem használtam még soha, nem tudtam, hogy milyen. De ez egyszerűen isteni, egyrészt az illata is valami fenomenális, ilyen rózsa illata van, amit láthatjátok, rózsaszínes, de igazából az ajakon nincsen színe. És ez egy elképesztően jó, hidratáló, tápláló ajakbalzsam, még a legszárazabb ajkakat is rendbe teszi. Én éjszakára szoktam használni, bekenem vele a számat, és reggel, amikor felébredek, akkor isteni puhák az ajkaim. Tényleg nagyon szeretem, szerintem elég, hogy csak annyit mondok, hogy mióta ez megvan, azóta nem használtam a NYX tégelyes ajakbalzsamomat, pedig azt is nagyon szeretem, de ez még azt is kell terveveli, úgyhogy ez az egyik legjobb vétel volt. A következő dolgokat a Feel Unique-ról rendeltem, ezeknek a linkjét majd megtaláljátok a videó alatt. Az egyik, az egy Palmer's Cocoa Butter Formula Tummy Butter for Stretch Marks, vagyis ez tulajdonképpen egy ilyen testvaj, amit kismamáknak ajánlanak terhességi csíkokra. Ezt még az adventi naptárral együtt rendeltem, amiről csináltam külön videót, ezt beteszem majd ide föntre, illetve a videó alá is. Ebben van E-vitamin, argánolaj, mandulaolaj, kollagén, elasztin, illetve levendula, és ez egy nagyon-nagyon sűrű testvaj, tehát ennek sok idő kell, hogy beszívódjon, elég sokat elhasználtam már belőle. Este szoktam használni, fürdés után, bekenem bele a hasamat, és akkor hát éjszaka van ideje beszívódni. Nincsenek terhességi csíkjaim még, és nem gondolom azt, hogy ettől nem lesznek, mert szerintem a terhességi csíkok azok nagyjából a genetikán múlnak, de elég száraz a hasamon a bőr, úgyhogy kell egy ilyen jó kis gazdag testvaj, ami hidratálja és táplálja. Jó egyébként, ki akartam próbálni, mert sokat hallottam már erről a márkáról, illetve a termékeikről külföldi videósoktól, de valószínűleg nem fogom újra rendelni, mert vannak hasonlóan sűrű, gazdag, tápláló, hidratáló testvajak, amikkel hasonló hatást tudok elérni, de ezt mindenféleképpen el fogom használni. Szintén a Feel Unique-ról rendeltem ezt a Clinique Clarifying Lotion Twice a Day Exfoliator alkoholmentes, ilyen tisztító lotion, hát ez tulajdonképpen ilyen exfoliáló folyadék, exfoliáló lotion, ámlasztó lotion, ámlasztó tonik, ámlasztó folyadék. Nem tudom, hogy mi ennek a pontos magyar megnevezése, de az a sztoria, hogy még decemberben voltam a kliniknél egy ilyen tanácsadáson, ahol kipróbáltuk többek között, hát nem ugyanezt a lotion, hanem ennek egy másik verzióját, de kipróbáltuk a kézfejemen, igazából annyi volt, hogy az egyik kézfejemet letisztítottuk vele, a másikat pedig nem, és utána bekentük hidratáló krémmel mindkét kézfejemet, és az, amelyik le volt tisztítva ezzel a lotionnel, az nagyon jól beszívta a krémet, a másik kézfejemen meg csak így kenegettük ide-oda, alig akart beszívódni,
és akkor nem vettem meg, de aztán később láttam, hogy akciós a Feelunique oldalán, úgyhogy megrendeltem ezt a 200 ml-es verziót, ahogy mondtam, ez alkoholmentes, nekem nagyon fontos volt, hogy alkoholmentes legyen, és ezt eredetileg nagyon száraz, illetve száraz bőrre ajánlják, nekem most azért ilyenkor télen szárazabb a bőröm, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez jó lesz nekem. Még nem akarok róla véleményt mondani, mivel nagyjából két hete használom még csak, és szerintem ennek azért hosszabb idő kell, hogy egy kiforrott véleményt tudjak mondani róla, de hogyha szeretnétek és kíváncsiak vagytok rá, akkor beszámolok róla majd valamilyen formában. Az utolsó dolog, amit a Feelunique-ról rendeltem, az a Laura Geller Lemon Go Face, Eye and Lip Travel Palette, vagyis ez egy ilyen kis utazó paletta, ilyen kemény kartonból van maga a kis paletta, van benne egy eléggé nagy tükör, és egy szájfény, három szemhéjpuder, illetve egy highlighter, meg egy ilyen pirosító, bronzosító, ez egy ilyen átmenet tulajdonképpen a kettő között. Nagyon szeretem ezt a palettát, mióta megvan szinte, csak ezt használom, és amikor karácsonykor hazautaztunk a szüleimhez pár napra, akkor is csak ezt vittem magammal, és ezzel sminkeltem, és teljesen bele vagyok szerelmesedve ebbe a kis palettába. A szájfény azért szuper, mert hogy nem csak fényt ad az ajkaknak, hanem van színe is, tehát nem csak egy ilyen átlátszó, csillogó kis valami, hanem tényleg van színe is, és nagyon kellemes viselet, egyáltalán nem ragacsos vagy ilyesmi, úgyhogy nekem nagyon tetszik. A szemhéjpúderek azok ilyen égetett szemhéjpúderek, nagyon szép fényük van, jól pigmentáltak, szépen mutatnak a szemekem. A highlighter az pedig egy álom, ez egy nagyon kis visszafogott highlighter, de egyszerűen gyönyörű ragyogás lehet vele varázsolni az orcákra, és ez a hát bronzosító vagy pirosító, én ezt igazából pirosítóként szoktam használni, de van egy ilyen kis bronzos beütése, nagyon szépen beleolvad a bőrbe, szépen el lehet dolgozni, úgyhogy ennek a palettának nagyon-nagyon örülök. És annak is, hogy végre kipróbálhattam a Laura Geller márkát, mert hogy elég sokat hallottam már róla a külföldi videósoktól, és hát örülök, hogy pont egy ilyen szuper kis paletta az első termékemtől. A következő néhány dolog az így félig meddig karácsonyi ajándék volt magamtól magamnak, illetve a férjemtől, ugyanis lehetőségem nyílt arra, hogy kedvezményesen beszerezzek néhány szuper sminket, és természetesen éltem a lehetőséggel. Az egyik dolog, amit vettem, az egy Michael Kors bronzosító, amire nagyon-nagyon kíváncsi voltam, mert nem is nagyon hallottam még egyébként a márkának a smink termékeiről, vagy hát viszonylag keveset. Így néz ki maga a bronzosító, ez egy ilyen kemény, fényes, aranyszínű műanyag, van benne egy hatalmas tükör, ami nagyon szuper, mert így önmagában is megáll. Szerintem látjátok, hogy ez nem bronzosító, bár ugye a neve alapján az egyébként ez a flash árnyalat, de én ezt inkább mondanám egy ilyen barackos árnyalatú pirosítónak. Van egy enyhe bronzos beütése, de én inkább pirosítónak használom. Nincsenek benne csillámok, viszont gyönyörű fénye van, és elképesztően pigmentált. Megmondom őszintén, hogy én nem tudtam, hogy mire számítsak a márkától, hogy milyen minőségű lesz a sminkje, de valami hihetetlenül pigmentált, hát első alkalom, amikor használtam, akkor eléggé túllőttem vele a célon, de most már azért nagyjából tudom kezelni, most is ez van egyébként az arcomon, és nagyon-nagyon szeretem, mert egyszerűen gyönyörű ez a pirosító, és szerintem nyáron még jobban fogom szeretni, mert azért ez egy ilyen melegebb árnyalat. A következő termék az egy Bobbi Brown highlighter, mégpedig a Pink Glow árnyalatban. A csomagolása az ez a szokásos fekete műanyag. Ebben a kis highlighterben egy ilyen barackos, pezsgőszínű árnyalat keveredik, egy ilyen gyöngyházfényű árnyalattal. Én úgy vettem észre, hogy vannak benne csillámok, de nem túl feltűnő, mert ugye nem szeretem a csillámos highlightereket, de ennél valahogy nem zavar, most is ez van egyébként itt az arcomon, és szerintem nagyon szép a fények, ennek is nagyon örülök, és hát gyönyörű, tehát tényleg annyira szép még így ránézni is, hogy elnézegetném napestig. És van itt még egy másik Bobbi Brown termék is, ez a Bobbi Brown Extra Eye Repair Cream. Ez egy szemkörnyékápoló, amit azért rendeltem meg, mert a Clinique szemkörnyékápoló, amit most használok, az hamarosan el fog fogyni. Úgy gondoltam, hogy most akkor erre fogok beruházni.
Erről nagyon sok jót hallottam egyébként a Krémmánián, én még nem próbáltam ki, láthatjátok, hogy ilyen kis üveg tégelye van, hát jóval nagyobb, mint amennyi krém van benne. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és nagyon remélem, hogy nekem is be fog válni, mert hát eléggé nagy reményeket fűzök hozzá. És akkor van itt még néhány megtermék is. Egészen pontosan 5 dolgot vettem, de az egyiket azt el fogom passzolni. Az nem más, mint az egyik matrúzs a Whirl árnyalban. Tudjátok, ez a barnás, Kylie Jenner féle szín. Kipróbáltam, de sem a matte finish-e nem tetszik magamon, sem a színe. Egyszerűen szerintem nem áll jól nekem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt nem fogom megtartani. De azon kívül vettem még 2 Prolongwear paint potot. Az egyik az a Constructivist árnyalat, ami egy ilyen csodaszép barna szín. Van egy enyhe fénye, de nem mondanám túl fényesnek. Ezt lehet önmagában is hordani, de tökéletes szemhéjalapnak is, például egy ilyen sötétebb, füstösebb sminkhez. A másik árnyalat pedig a Vintage Selection. Ez egy ilyen bronzos, picit rose-goldos, enyhén csillámos árnyalat. Én nagyon szeretem egyébként az ilyen krémes szemfestékeket, hiszen ahogy mondtam, tökéletesek akár alapnak is, de önmagukban is lehet használni, és tényleg nincs annál egyszerű, hogy csak így az ujjammal felteszem őket, és gyakorlatilag feldobok egy szempillaspirált, és készen is vagyok. Most is ez a 2 van egyébként így együtt a szemhéjamon, és eddig nagyon meg vagyok velük elégedve. Rendeltem még ezen kívül egy pigmentet is, mégpedig a Ten árnyalatban, ami egy nagyon népszerű, mondhatni ikonikus szín. Ez egy ilyen gyönyörűséges rose gold pigment, amit nem csak a szemeken lehet egyébként használni, hanem bele lehet akár keverni különböző krémes termékekbe is, sőt, akár az ajkakra is lehet felvinni belőle. A szemeken úgy a legegyszerűbb a használata, hogyha benedvesíti az ember az ecsetet, és akkor úgy szépen feltapogatja, mert akkor nem fog minden a szeme alá potyogni. Már kipróbáltam, és egyszerűen gyönyörűséges fénye és színe van, hát tényleg iszonyatosan pigmentált, tehát nyilván mivel egy pigment, úgyhogy ennek is nagyon örülök. És végül, de nem utolsó sorban rendeltem még egy ecsetet is, ez pedig a MAC 217-es ecsetnek a rövid nyelű verziója. Ezt az ecsetet én még nem használtam konkrétan, viszont van a Sigmától egy ecsetem, ami gyakorlatilag ennek a hasomása, úgyhogy jól emlékszem, az E25-ös ecset, és abból van legalább 3 vagy 4 darab nekem itthon, és nagyon-nagyon szeretem, mert ez egy ilyen picit lapított, de mégis valamennyire ducifejű, satírozó ecset, és nagyon szépen lehet satírozni vele a mélyítő vonalban, de akár ilyen krémes szemfestékeket is el lehet vele oszlatni, úgyhogy ez egy nagyon sokoldalú és nagyon kis praktikus ecset. A következő dolgokat, azokat már karácsony után vettem a leárazásokon. Egyrészt vettem a DM-ben egy Dove ajándékcsomagot, ez a Pampering Moments Collection ajándékcsomag, amiben van egy Purely Pampering Nutrium Moisture tusfürdő, én ezt már használtam és nagyon-nagyon szeretem. Van benne egy Dove Powder Soft Deodorant, illetve volt még benne egy nagyon puha kötött zokni, ezt már kivettem a dobozból, hogy meg tudjam nektek mutatni. Olyan igazi téli estékre való kis kuckózós darab. Felpróbáltam, tökéletes a mérete, úgyhogy nagyon örülök ennek a kis ajándékcsomagnak. Ha jól emlékszem, akkor én még 25% kedvezménnyel vettem ezt a csomagot, de azóta azt hiszem már 50%-os kedvezménnyel lehet beszerezni ezeket a különböző karácsonyi ajándékcsomagokat, úgyhogy érdemes benézni most a drogériákba. Bár ez nem volt akciós, de vettem még egy Essence The Little Xmas Factory vaníliás kézkrémet. Én egyszerűen imádom az ilyen pici tubusos kézkrémeket, mert annyira praktikusak, az ember csak bedobja a táskába, meg sokszor az ilyen nagy tubusokkal az a bajom, hogy a felénél már megunom az illatát, vagy volt olyan, ami megromlott a felénél, úgyhogy én abszolút ezekre a kis pici tubusos kézkrémekre szavazok. Ennek egyébként nagyon kellemes ilyen vanília illata van. Ha jól emlékszem, egy másik illat is volt, aztán nem valami süti volt. Nagyon jól hidratálja a kezeimet, gyorsan beszívódik, jó az illata, úgyhogy nagyon szeretem. Végül, de nem utolsó sorban jártam a The Body Shop-ban is, mégpedig azért, mert úgy hallottam, hogy megszűnik a Honeymania kollekció, konkrétan mérzik a szívem, mert hogy ez az egyik kedvenc illatom a Body Shop-tól. Body Shop, kérlek, ne szüntessétek meg! Ne szüntessétek meg a Honeymaniát! Én még reménykedem benne, hogy nem szűnik meg örökre,
hanem esetleg újra dizájnolják a csomagolását, és majd valamikor újra megjelenik. Minden esetre, mivel ugye azt mondták, hogy megszűnik, így úgy gondoltam, hogy akkor most betárazok a Honeymania testvajakból. Vettem egy picit, ez az 50 ml-es, illetve egy nagyot is, ezek most ugye akciósak is voltak, amiatt, hogy megszűnő termék. A kicsit azt azért vettem, mert ez sokkal praktikusabb, hogyha mondjuk magammal akarom vinni valahova, vagy táskába bedobni utazáskor, meg ezt én így elő szoktam hagyni így a lakásban, és akkor, hogyha száraz valahol a kezem, vagy a bőröm, akkor ezt csak így előkapom és bekenem vele magamat. Illetve hát vettem egy nagyot is, mert hogyha már ugye megszűnő termékről van szó, akkor legyen egy nagy, ami sokáig kitart majd, de én még mindig nem tudom feldolgozni, hogy ezt az isteni finom illatot megszüntetik. Én egyébként alapvetően nem szeretem a mézes illatú dolgokat, de ennek ilyen virágos mézes illata van, és egyszerűen imádom. Ezek lettek volna azok a termékek, amiket szerettem volna megmutatni nektek. Írjátok majd meg, hogy ti miket kaptatok karácsonyra, vagy hogy miket vettetek a karácsony utáni leárazásokon, illetve hogyha van olyas valami, amit már próbáltatok ezek közül, akkor azt is mindenféleképpen írjátok meg kommentben. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornámra, akkor mindenféleképpen tegyétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, találkozzunk legközelebb is, sziasztok!